Na, ki is pakolom akkor szépen ezt a cuccot. Úgyni, majd legközelebb, amikor használjuk, akkor jól jön. Na most a kérdés az, hogy eddig hogy tetszik nektek az egész? Tehát általában így a középtájon szoktam megkérdezni, vagy valahol az eleje felé, és ha jól számolom, miért ne számolnám jól, ugye én szoktam fölvenni, jelenleg a negyedik epizódnál tartunk, ami azt jelenti, hogy volt másfél óránk együtt eddig, ugye? Jól számolom. Na most első körben ezt fogom magamat és szépen kipakolom. Erről beszéltem, hogy annyira ilyen pöcre ott kell állni, basszus, valaminél. Ez nagyon félelmetes, utálom, na mindegy. Azért nincsen balanszban, mert ugye ott hiányzik még egy szárnya annak a feketének, de nem baj. Nem baj. Futás. Gyerünk, Rebi, azaz. Na. Szóval most már nyilván van valami véleményetek. Ritkán csinálok hard módot, főleg elsőre, de nem tudom, hogy segítette valakinek egyébként. Let's split up. Roger. Úgyni. Tehát, hogyha kaptatok jó tippet, egyebet, akkor jelezzétek nekem, jó? Na most itt a következő helyzet, hogy én nagyon-nagyon remélem, hogy nem szar RNG-t kapok. Ugyanis előfordul, hogy még úgyis, hogy nem bántam a hollókat, még így is annyira nyakamban vannak, hogy az valami félelmetes, jó? Így is megesik, sajnálatos módon. Nem annyira egyszerű ez a sztori. Azonnal húzzuk lefelé, hogyha itt vagyunk, ugyanis biztos, hogy ott van a közelbe, csak nem biztos, hogy mennyi. Oké, ezt éppen, hogy megúsztam, tökéletes. Oké, mázlim volt. Ilyenkor azonnal lefele kell húzni, jó? Analókkor. Itt is azon egyébként, hogy van D-padon, ugye klasszikus, meg ugye egyéb irányítás, szóval az analógon. Hagyjál már békén? Oké, kiváló. Gyorsan, mielőtt még észbe kapnak. Talán most sikerül. Emlékeztek, hogy 8-15 volt ugye jelszó valami, ez itt kell beállítani természetesen mozgatom a mutatókat. Szóval azt mondja, hogy a percmutatót azt elforgatom háromszor jobbra. Egyszer, kettőször, háromszor. Aztán váltok szépen az óramutatóra, és azt elforgatom balra négyszer. Jó, tehát így csinálunk bele 8 óra 15-öt. Háromszor, négyszer, tökéletes. És le kell okézni. Jó, tehát itt nincsen, hogy véletlenszerűen próbálkozunk, kurva sokáig tart. Oké. Na most akkor nekem majd egy ilyen kurflival kell mennem, hogyha jól látom, de nem baj, megoldjuk. Amúgy szemét ellenfelek, remélem, hogy nem fognak megtépni. Na, futás. Azaz, jó, bazd meg! Csak elkapott, nem baj. Ez legyen a legnagyobb gond igazából. Hát még úgysem nagyon sérültem, jó? Tehát valami minimális az kell. Legalább van értelme annak, hogy vannak növényeim, jó? Biztos, hogy kósomban vagyok, tuti. Ezt nem úsztam meg. És fájnban van, Billy! Hagyjál békén! Bazd meg, madár! Ne, ugye nem ettől fog kósomban te. És bazd meg ettől! Én ezt nem akarom elhinni. Na szóval, csak hogy lássatok, hogy a játék az tetű. De tényleg tetű. Na mindegy. Igazából addig, amíg sárga vagy narancsárga kósomban vagyunk, addig teljes mértékben fasza az egész, nem fog bántani senki minket. És elég gyorsak vagyunk. Na, és erről beszéltem, figyeljetek! Oké. Ilyen rohadt nagy teremből is igazából simán oda teleportálunk egyik helyről a másikra. Hogy egy kibaszott madár miatt mentem le Cautionbe, édesanyám! Maradjál itt. Szóval kell nekem akkor... nézzük, csak némi hely. Összességében egy darab, szóval ez teljes mértékben fasza. Hogyha gyors vagyok, akkor talán még meg is úszom. Ha nem, akkor sincsen sok baj. Ugyanis, na, ugye ezek az ajtók nyíltak ki. Hogyha ugye gyors vagyok, akkor teljes mértékben fasza. Futunk. Azonnal. Gyorsan. Ez el fog kapni. Vagy nem, de az biztos. Gyerünk. Mondom én. Hagyja békén. Haverjai legalább talán megúszom. És megúsztam, oké. Igazából ott van egy doksi az asztalon, az csak egy versike, de mindegy, mindjárt visszaállítok mindenkit alapbeállításra, és akkor elvileg most már lesz értelme töltenem. Ja, most a narancsárga kósom, visszamegyek oda és elolvasom gyorsan azt a verset, igazából mindenki visszaállt alapbeállításra, szóval innentől kezdve könnyebb dolgom lesz, remélhetőleg. Mondom én. Jó, tehát senki nincs itt, azt mondja, hogy igen, egy versszak egy versből,
A hold leborul a föld előtt, a föld hűséget esküszik a napnak, és a nap hatalmas törvénye irányít mindent. Ez magában a kulcskő, a... Mi? Pointer to Glory? Az iránytű, vagy iránymutató a dicsőség felé. Minden kezünk sem képes kinyitni a mennybe vezető ajtót. Köszönjük, sokkal többet tudok most már. Sokkal többet tudok, nem baj. Most itt nem nagyon lesznek cutscene-ek egyébként, jó? Tehát arra számítsatok most gyorsan, akkor Rebekával csereberélünk, oké? Nézzük csak, mi az, ami nekem kell, mi az, ami nem kell. Ő például biztos, hogy kelleni fog, szóval cseréljük ki például, az kelleni fog. Erre jó, ennek elégnek kell lennie. Nálam van most az a kettő, azt elhasználom, és elvileg teljesen patika vagyok, jó? Nem? Jó. Rebekát pedig ott is hagyom fönt jelenleg, jó? Hát ez nekem teljes mértékben fasz. Sőt, nézzétek! Nem. Arra menj el először, Rebeka. Ott is van, jó? Tehát ilyen jó közel hagyom szépen ott az ajtóhoz. Okés? Tehát ilyet is lehet csinálni. Na most akkor gyorsan ide kanyarodok, és megtéptek, bakker. Kétszer is. Mekkora balfasz vagyok, na mindegy. Use. Úgyni. Hogyha nincsen helyünk, akkor is fel tudunk venni egyébként gyógyító cuccokat, ez totálisan pozitív. Ez totálisan pozitív. Hű. Na. Erre a folyosóra, erre az ajtóra nagyon kell figyelni, hogy egyetlen egyszer jöjjetek be, jó? Egyetlen egyszer szabad bejönni, és ezzel vége. Ugyanis megint lesz egy ilyen mi a tököm ember, ez a sose tudom mi a franc, nem csótány, pióca. Na, első körben nekem akkor ez a gép kell, köszönöm. Úgyni, mikrofilmezzünk egyet, jó? Azt mondja, hogy először is ezt beletömjük, így van. Aztán mindjárt a másikat is. Insert, tehát kettőt teszünk bele, igazából szeretném, hogyha egymáson lennének, tökéletes. És akkor most látjuk ugye, hogy vannak ilyen számozott székek, ugye 0-tól 9-ig, és aztán pedig ugye betűvel. És kaptunk egy lemezt, jó? Oké, és megvan a mikrofilm. Bazd meg! Jó. Rohadt életbe, csak elkaptak. Még egyszer, csessze meg! Most szerencsére van két hülye zombink. Ha már itt vagyok, akkor ezt itt nem hagynám. Még fine-ban vagyok, szeretném is megtartani. Arra az egyre kell figyelni, hogy... Ez de mit sonfordálsz itt, kisköcsög? Normál esetben egyébként azt kéne leszednem, amelyik ugye most el akart kapni. És a haverja az meg elég hülye, hogy az asztal körül bóklászon, szóval ki lehet kerülni. Ez most nagyon necces volt. Itt pedig azonnal futunk, jó? Azonnal futunk. Rohadtul. Gyorsan. Nagyon. Nem balfaszkodva, mint én. Jó? Tehát addig, amíg igazából csak így nyomja, addig semmi gondunk nincsen vele. Oké? Oké. Na és akkor most pedig... Rebi. Follow me. Na, kicsit gyorsabb, mint fölmenni a lépcsőn, nem? Na, ugye? Szóval ugye 0-tól 9-ig, illetve ugye A-tól F-ig voltak számozva, szóval akkor most fogom magamat, és szépen Billyvel lejövök ide. Álljál le! Maradjál, jó? Majd mindjárt kiderül, ez egyébként megint csak RNG, szóval majd ki fog derülni mindjárt, hogy milyen kódot kapok, ugye? Itt van egy ilyen gép, ez így van. Kell neki a diszk. Ezt szépen beletömöm, és akkor kapni fogok egy kettő számot, vagy betűt. Betölt, igen, kész van. Nézzük csak. 0A. Ez egy egészen könnyű dolog egyébként. Szóval ugye kettesével van, igen, 0A. Ami azt jelenti, hogy Billynek ugye az elsőhöz kell jönnie, gyakorlatilag ezek a padok vannak számozva. Tehát az azt jelenti, hogy ez a 0, ugye. Itt ez a 0. Akkor, ugye van nekem egy A betűm. Azt mondja, hogy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A. Tehát az A az ez lesz, ugye? Itt, ami van. Mi azt jelenti, hogy akkor ebben a sorrendben először is Billyvel megnyomjuk ezt. Mondom, megnyomjuk ezt, így van. Aztán Rebekával megnyomjuk ezt. Töké, patika.
És most pedig kinyílnak ugye szépen ezek az ajtók. Tökéletes, köszönjük szépen. Gyere csak, most pedig akkor... Ja. Meg is van, köszönöm. Hogy mondjuk mennyi helyen van, azt nem tudom. Billynek még van egy kettő, szóval azzal jók vagyunk. Menjél odébb? Jó, Rebecca, te mondjuk... Ne gyere, jó? Maradjunk annyiban, hogy te ne gyere. Mennyi hely kell nekem? Kettő elvileg, az még van is, jó. Na most ezt remélem, hogy nem fogom elcseszni. Itt kettő zombi van, de igazából én csak ezzel egyetlen egyel szeretnék most első körben foglalkozni. Van itt egy csávó, aki... Meg is van, köszönöm. Haverjával nem, nem izgat, jó? Tehát az ott messze van, nem cicerget. Hagyjuk, jó? Hagyjuk egyelőre. És itt pedig kettő dolog, ami engem nagyon-nagyon érdekelni fog. Van egy sok feladvány. Van ott egyébként az asztalon egy inkribben, ha valaki szeretné, én nem szeretném. Egyrészt van robbanó töltetünk, az nagyon-nagyon fasz a dolog. Valamint. Van itt egy sok feladványunk. Hogyha rossz bábút toltok el, akkor azonnal gáz fog jönni belőle, ami nem egy olyan túlságosan fasz a dolog, úgyhogy nem szeretnénk, úgyhogy próbáljátok meg a jót, oké? Nem. Tökéletes. Úgyni. Igazából futóval kell lépni egyet. Ugye? Ennyi a feladatunk. Menjél kicsit odébb, Billy? Ez lehet egyébként, hogy tankirányítással jobban járnék, most így hirtelen. Az a baj, hogy tankirányítás az precízebb, viszont az analóg az meg gyorsabb. Tankirányítással nekem egyetlen egy komoly problémám van ebben a játékban, hogy az analóggal egyetlen egy problémám van, hogy a kameraszögváltások miatt kurva nehezen használható. Na, és ugye meg is van az eredményünk, köszönöm szépen. Futás. Ezt mondom igazából, hogy rohadtul nehéz tájékozódni benne, na mindegy. Asztal, meg is van, köszönöm szépen. Könyvecske. Ez a gonosz könyve. És hogy mint a másikban is volt, ugye fogom magamat, ez így van, valami még van írva. Azt mondja, hogy Markus naplója 1. December 4-e. Végre megcsináltuk, egy új vírus. Progenitornak neveztük el, ismerős lehet, ugye, aki játszott az 5-öt, vagy olvasott fájlokat a többiben. I want to carry it back and start detailed investigations immediately. Vissza akarom vinni, és részletes vizsgálatot szeretnék indítani azonnal. Március 23-a. Spencer says he is going to start a company. Well, I don't care as long as I can continue my research into progenitor. Spencer azt mondja, hogy indít egy céget. Nos, nem foglalkoztat egészen addig, amíg tudom folytatni a progenitoron a kutatásaimat. He can do what he likes. Azt csinálhatja, amit akar. Augusztus 19-e. Spencer keeps asking me to be the director of his new training facility. Maybe it's because of the business, but he is becoming intolerably pushy. Spencer állandóan arra kér, hogy legyek az új telepének az igazgatója. Lehet, hogy csak az üzlet miatt, de nagyon nyomulós. But maybe I can turn this into my advantage. I need a special facility to properly explore all the virus's secrets. De ezt akár az előnyömre is fordíthatom. Szükségem van egy különleges helyre, ahol a vírus titkait felfedezhetem. A place where no one will get in the way. Egy hely, ahol senki nem lesz az utamban. November 30-a. Damn that Spencer, he came to complain to me again today. He thinks of progenitor as nothing more than a money-spinning tool fool. Szóval, ostoba Spencer, ma megint eljött hozzám panaszkodni. Szerinte a progenitor semmi más, csak egy pénznyelő, az ostoba. But if his influence continues to grow, it can only be bad for my research. Viszont ha nő a befolyása, az csak rosszat tesz majd a kutatásomnak. If I'm to properly develop progenitor, I must strengthen my own position too. Ha rendesen ki szeretném fejleszteni a progenitort, meg kell erősíteni a saját pozíciómat is. September 19. At last. Tehát végre. I've discovered a way to build a new virus type with progenitor as a base. Mixing it with leech DNA was the breakthrough I needed. Felfedeztem, hogy hogyan lehet egy új vírus törzset létrehozni a progenitor alapján, vagy progenitorra, mint bázis. Pióca. Azt a szót kérem, nem jut eszembe, nem aztán a mindennapi életben. Pióca DNS-sel keverve megtörtént az áttörés. Az új vírust T-nek neveztem el, mint Tyrant.
Október 23-a. It's no good, I can't hope for real progress experimenting on mere rodents. Nem jó, nem várhatok valódi fejlődést, hogyha csak rákcsálókon kísérletezek. Only humans can be a proper mammalian subject for the experience, otherwise I'll never make any real progress. Csak emberek lehetnek valódi emlős alanyok a kísérletekhez, különben nem fogok semmit sem fejlődni. November 15-e. Someone seems to suspect something about my experience, but perhaps it's just my imagination. Valaki szerintem sejti a kísérleteimet, de szerintem de lehet csak képzelődök. Well, if anyone does get too close, they may find themselves unexpectedly assisting in my research. Hát, ha valaki túl közel jön, véletlenül ott találhatják magukat, hogy segítenek a... Segítenek a kutatásomban. Január 13. At last, they are ready, my wonderful leeches. Those of low intelligence, they will never have the privilege of tasting this sense of joy and satisfaction. Végre készen vannak a csodálatos... Csodálatos, bazd meg, csodálatos piócáim, akinek az alacsony intelligenciájúak sosem fogják megérteni, hogy micsoda öröm és elégedettség van ebben. Now finally I can move against Spencer, soon I will control everything. Végre léphetek Spencer ellen, hamarosan mindent én fogok irányítani. Január 31-e. The devices I set to protect my work have been disturbed. It appears someone came looking for tea and the leeches fool. No doubt the work of Spencer's group. A munkámat védő eszközöket megbabrálták. Úgy tűnik valaki a tét és a piócákat kereste, ostoba. Biztos, hogy Spencer csapatának munkája. Február 11. Today I again found evidence of tampering around the entrance to the labs. Ma megint találtam bizonyítékot, hogy valaki a labor bejáratával babrált. If that is what they're after, I must find a suitable way to deal with them. Perhaps I should have William and Albert smoke out the pests. Ha erre fáj a foguk, intézkednem kell mielőbb. Lehet, hogy Williamet és Albertet megkérem, hogy írtsa ki a kártevőket. Those two are the only ones I trust, apart from my beloved leeches, of course. Csak ebben a kettőben bízom, természetesen a szeretett piócáimon kívül. But Spencer, it wouldn't end there, would it? I will announce tea at the next director's meeting and collect my just rewards. De Spencer, itt véget érhet, nem? A következő igazgatói megbeszélésen bejelentem a tét és begyűjtöm az elismeréseket. Kicsit beteg, ugye? Nem. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem beteg. Na. Húzzunk innen a vérbe. Utolsó szárnyacskánk is megvan, ami azt jelenti, hogy ki tudjuk nyitni, ugye? Nem spoiler, jó? Ki tudjuk nyitni az ajtót. Szevasz! Tök jó egyébként egy fejhallgatóban, így váltogat a hang állandó jelleggel, amikor egyik helyről a másikra megy a kamera. Kurva idegesítő. Na, meg is vagyunk? Come on. Okay. Rebecca! Rebecca! Na, azon gondolkodom, hogy van-e még egy darab helyen, vagy nem, vagy csinálni kell. Nézzük. Persze, csinálni kell. Tudod mit, Rebecca, ezt átadom neked, mit szólsz hozzá, jó? Hogy a tökönbe? Lőszer, lőszer. Tele vagyok, mint a déli busz. Tudjátok, mint ezt egy kicsikét itt hagyom, oké? Okay? Majd később fölveszük, úgyis kelleni fog hamarosan. Nem most rögtön, de hamarosan. Ez így van, elveszem szépen. Köszönöm. Szépen összekombájnolom a kettőt. Gyerünk. Examine. Azaz. Nyissuk ki a könyvet, köszönöm. Tökéletes, és akkor most pedig ezt is szépen összerakjuk, ugye? És mehet vissza a szobor. Kiváló. Totál tök jó volt, ugye? Na most pedig, hogy... Nem tudom, hogy miért erre jöttem. De valamiért erre jöttem. Menjél vissza. Menjél vissza. Csinálj mást, Billy. Jó? Azt szeretném fölvenni, kedves Vilmos, jó? Anyád úristen, na végre, köszönöm szépen. Na. Most pedig, hogy kinyílt, most akkor megyünk lefele. Mondom lefele, kicsit elakadtam, elnézést. És tele vagyunk mindennel is. Ami egy tök jó dolog egyébként.
Na most egy kicsit csereberélünk, jó? Tehát most nekem erre jelenleg nincsen szükségem. Jelenleg erre nincsen szükségem, viszont kicserélem Rebekával, adjál helyette egy ilyet, jó? Köszönöm szépen, akkor már kérek ilyet is. És akkor szépen össze lehet kombinálni. Ez olyan egyébként a gránátvetőben, hogy össze lehet kombinálni őket, ugye? Equip, tökéletes. Rebekát kicsit itt hagyom, jó? És akkor... I'll check it out. Okay. Lemegyek beszélgetni egyet, gyorsan. Mindenképpen szeretném itt hagyni, ugyanis itt csúnya dolgok vannak, jó? Pauk! Bazd meg! Kicsit sokat képzelt magáról, nem? Kettő kell nekik igazából normálisabb, szóval... Bazd meg! Na! Megdöglött? Meg. Megmérgezett? Nem mérgezett meg, oké, kiváló. Na. Akkor gyorsan váltunk, és akkor lejövünk Rebekával is, jó? Tehát itt mindenképpen szeretem egyébként kipucolni azon egyszerű oknál fogva, hogy itt még mászkálni fogok. Ki lehet kerülni őket egyébként, abszolút nem lehetetlen. Az is egy megoldás egyébként, hogy békén hagyjátok az egész bandát, és nem mozogja. This way. Okay. Az is egy megoldás, hogy békén hagyjátok egyébként az egész bandát, és egyszerűen egyesével mentek, tehát először Billy, aztán pedig Rebeka. Ez is egy megoldás egyébként. Abszolút teljes mértékben elfogadható megoldás. Na most itt pedig, hogyha valami van, akkor ugye tudunk is menteni. Most azt nézem, hogy mennyi helye van Rebekának. Nem sok. Itt viszont ugye van egy ilyen zöld kék növény, ugye ami egy tök pozitív dolog. Fölveszük, igen. Szeretnék belőle gyártani magamnak egyet mindenképpen. Szóval valahogy helyet kell csinálnunk. Mindjárt megoldjuk. Nem. Ez a baj egyébként ezzel, hogy nem lehet máshogy megoldani, csak így, hogyha kérünk dolgokat. Megvan. Jó, tehát semmiképpen ne hagyjátok itt, okés? Vedd már föl. Na végre, köszönöm. Illetve akkor pedig ezt szépen így összekombájnolom magamnak. Köszönöm szépen. És akkor van is ott egy levél, amit el fogok tudni olvasni, ugye? Mondom, el fogok tudni olvasni. Anyukádat már melyik szögből kell? Na végre sikerült. Szóval azt mondja, hogy Correctional Institute Inmates List. Azt mondja, hogy korrekciós intézet. Inmates. Tehát akkor itt van ugye listája a bebörtönzötteknek. Azt mondja, Matthews K. elhunyt. Megszabadultunk tőle. Midge D. elhunyt. Megszabadultunk tőle. Keith V. Kísérleti alanyként megtartva. Savage C. átszállították a kísérleti telepre. Royce M. átszállították a kísérleti telepre. David A. megtartva alanyként. Clark A. átszállítva a kísérleti telepre. Ellens J. átszállítva a kísérleti telepre. Terence O. elhunyt, megszabadultunk tőle. Kate. Milyen név az, hogy Kate? Na mindegy. A. átszállították az Arkley-i laborba. Gary O. elhunyt, megszabadultunk tőle. Scott S. átszállítva ugye a kutatóbázisra. Mitchell F. átszállítva, Kerry T. az Arkley laborba átszállítva, Robert A. átszállítva a kutatóba. Igen. És azt mondja, hogy az átszállított személyeket töröljük az adatbázisból. Tökéletes, köszönjük szépen. Na akkor most a következő résznél, itt igazából lehet menteni, hogyha valaki szeretne, jó? Tehát én most nem szeretnék hirtelen felindulásból. Majd hamarosan, oké? Nem fog sokáig tartani, de... Ja. Most nekem gyorsan helyet kell csinálnom, szóval az a helyzet, hogy... Ja, az marad. Végül is. Azt az egyet átadom Rebekának, jó? Tehát azt az egyet átadom Rebekának. Oké, és... Tökéletes, akkor szerintem ezt cseréljük ki. Az a tuti. Akkor nálam marad a shotgun lőszer, tökéletes, és akkor Billynél maradt még egy darab hely, meg van nála pisztoly. Ez szerintem egy tökéletesen jó megoldás, jó? Combine. Úgyni. Jó, na akkor megyünk szépen, és akkor futi. Itt a sarokban. Aha. Átküldjük Rebekát szépen, jó? Ez így van, földobjuk Rebekát. I'm
there. Well, I'm glad I could be of service. Time to go inside. Na most akkor Rebekával szépen itt. Én majd föl kell tolni ezt a dolgot, de előtte még jövök ide olvasni egy kört. Azt mondja, hogy az áram regulátor, mi az Isten szab, áramszabályzóról. Due to recent lightning strike, the power regulator continues to be inoperative. Tehát, hogy a nem régen történt villámcsapás miatt az áram szabályzó még mindig nem működik. It wouldn't really matter about the power except for the fact that the boiler room equipment is on the same grid. Önmagában az áramot nem zavarja, a probléma az, hogy a boiler room, tehát ugye a kazánház felszerelése is erről a körről megy. The equipment is so run down, it would probably have to have it fixed up all the time. A felszerelés annyira leromlott, hogy valószínű időről időre cserélnünk kell majd. If you wish to exit rapidly, set the indicator to 70. Tehát, hogyha gyorsan szeretnél kiszabadulni, akkor állítsd az indikátort 70-re, ugye? Checks first through that everything is connected to the chain. Tehát, hogy viszont előtte bizonyos, hogy meg róla, hogy minden oda van csatlakoztatva a hálózathoz. Na, szóval ugye ezt kell nekem majd mindenképpen megcsinálni. Előzőleg viszont fogom magamat, és egy valamit megnézek gyorsan, mielőtt még tovább mennék. Ja. Igen, tökéletes, oké. Ezt az egyet még mielőtt tovább haladnék, jó? Ezt most gyorsan megejtem, aztán holnapi nap folyamán pedig folytatjuk.